Köszöntjük Önöket a Kanadai Magyar Televízió munkatársai nevében. Példaértékű összefogás és munka eredményeként csak saját anyagi forrásaik felhasználásával, külső segítség nélkül megszületett a Kanadai Magyar Képzőművészeti Egyesület a HUVÁK megalakulásának 15. évfordulójára készült válogatás. Közel 60 művész, több mint 150 alkotása szerepel a gyönyörű kivitelű könyvben. Elsősorban Ontarióból, de Quebecből és Nova Scotia tartományokból is csatlakoztak művészek a társasághoz. Nagy sikerű könyvbemutató rendezvényükről készült összefoglalónk következik. Nagyon örülök, hogy itt lehetünk ezen a könyvben mutató. Nagyon fontosnak gondoljuk azt, hogy ilyen nagy létszámban van jelen az itteni magyar művészet krémje. Nagyon örülök annak is, hogy lehetőségükben állt egy ilyen színvonalas, igényes könyvet összeállítani. Könyvet összerakni körülbelül 3 hónapi munka volt. Az egész társaság nagyon sokat dolgozott rajta. Én a technikai részét csináltam. A Malaimbiba nagyon érdekes a könyv, és nagyon minőséges. Valahol azt a 15 évet, amit a HUVÁK végigcsinált, az benne van, és egy olyan méltó összefoglaló. Könyvnek a magyar szövegében volt részem, amiben segítettem. Az ikonjaim miatt kerültem bele, aminek nagyon örülök. Nagy megtiszteltetés, hogy megkértek erre. Nagyszerű kiállítás, nagyszerű előadás, megjelent a 15 éves albumunk, ez a magyar képzőművészetnek a albuma. Örülök, hogy benne vagyok a könyvben, nagyon jól jött ki, és szerintem ez egy jó nagy lökést adott nekem, hogy tovább készítsem a műveket. Nagyon meg vagyok lepve, mert nem vártam ilyen sok embert, mint amilyen összejöttünk, hála Istennek, de nem csodálom, mert a könyv olyan professzionális és annyira tökéletes, hogy mindenkitől, minden artisztől, mindenkitől, aki megvette, csak a legjobb véleményt kapjuk. Most a Hungarian Visual Artist of Canada 15. éves évfordulós könyvét mutattuk be. Várakozás felül ilyen sokan érkeztek, és rengeteg könyvet már is eladtunk. Amennyiben valakit érdekel a könyv, az a weboldalunkon megrendelheti, illetve az e-mail címünkön. Ez info@huvák.ca vagy a www.huvák.ca. Örülünk, hogy ebben a gyönyörű könyvben vagyunk, és elküldjük Magyarországra és galeriába. Nekem ami talán a legfontosabb az, hogy beletartozhatok ebbe a magyar közösségbe. Fotós sikerült nekem is részt vennem benne, szerepet kaptam benne, illetve pár oldalt, úgyhogy igyekszem ezek a jövőbe is a képeimmel úgy szerepelni és olyanokat csinálni, hogy méltóan tudjam képviselni a magyar fotográfia eddigi megszokott irányvonalát. 2 évvel ezelőtt nyitottunk egy kiállító csarnokot, és ez egy nagy meglepetés nekünk, és úgy érzem nagy szerencse, hogy összejöttünk a magyar festőkkel és szobrászokkal itten. Szeretettel várjuk a magyar művészeket, és szeretnénk a munkájukat kiállítani nálunk. Tuzson Bencével, a Fidesz frakció szóvivőjével készített Skype-os interjúnkat láthatják most a magyarországi gazdasági bevándorlással kapcsolatban. A kép és hangminőségért elnézésüket kérjük.
A napokban a magyar miniszterelnök beszélt a gazdasági bevándorlásról. Hogyan kell ezt pontosan érteni? A gazdasági bevándorlás, és ezt a kormánypártok gondolják, nem jó, és a párizsi események felhívták a figyelmet bizonyos dolgokra, és ezeket meg kell pontolni, és meg kell nézni a világnak a gyakorlatát. E tekintetben mind az Egyesült Államokért, mind pedig Kanadáért is, és meg kell nézni, hogy mi azok, amik beépíthetők az európai gyakorlatba. Sajnos Európán belül nincs egységes gyakorlat e tekintetben, és nincs egységes elképzelés. Vannak olyan országok, amik kifejezetten ki vannak téve a bevándorlási hullámnak, ilyen például a Málta, vagy pedig Görögország, Olaszország, tehát a déli államok, ahol a hajóval nagyon sokan érkeznek meg, elsősorban gazdasági bevándorlók, gazdasági menekültek, akik vélt vagy való soktál fogva azt gondolják, hogy megérkezve Európába jobb anyagi lehetőségeik lesznek, mint otthon voltak. Ez nem mindig van így, és ez sajátos eredménnyel jár itt Európában. Ezek az emberek, akik nem találnak munkát, sajátos szubkultúrát alakítottak ki, és alakítanak ki, ez egy tapasztalatunk most már Nyugat-Európa szerte, és ez a sajátos szubkultúra egy deviáns szubkultúrává tud alakulni, ami aztán a bűnözésnek is lehet melegágya. Ezek az emberek sokszor elvesztik az otthoni gyökereiket, az identitásukat, és talán abban a vélekedésben, hogy a hazai, otthoni dolgokat, filozófiát, vallást támogatják, olyan dolgokat tesznek meg annak a nevében, amit egyébként annak a nevében nem is lehetne és nem is lenne szabad megtenni. Ugye ilyet láttunk Franciaországban is a legidőbb időszakban. Ez nem helyes, ennek valamilyen formában gátat kell szabni. Ez a mi álláspontunk, és a természetesen a terrorizmus kérdésében pont ezoknál fogva tartottunk egyeztetést is. Ha bizonyos kérdésekben ugye nem is értünk egyet, de abban az alapkérdésben, hogy ezt komolyan kell venni, a terrorizmus kérdését komolyan kell venni, és ezzel kapcsolatban nyilván mind az amerikai, mind pedig a kanadai tapasztalatokat figyelembe kell venni, az mindenki számára, minden politikai párt számára fontos kérdés. Mi magyarok itt Kanadában túlnyomó rész gazdasági bevándorlók vagyunk. Éppen ezért nem biztos, ha örülnénk, ha a kanadai kormány hasonló álláspontot foglalna el, mint a magyar, mert mi érezzük a bevándorlás pozitív hatását is. Igen, hát a világ ugye különböző és különböző pontjai vannak, és hát nyilván egy Amerikát nem lehet összehasonlítani e tekintetben a hagyományosan nemzetállamokra épülő Európával, tehát hogy nyilván a helyzet egészen más, azért Kanada összetétele, és hát akár Toronto is, ahol talán a világon a legtöbb nyelvhez beszélik az emberek az utcán, az egészen más a fogadtatása is egy ilyen nyilatkozatnak nyilván, és nyilván más is ott a probléma, hiszen az állam létrejött, az állam alapja is teljesen más, mint Európában, de onnan az a kérdés valószínűleg teljesen máshogy látszik, hiszen az állam felépülése, az államnak a működése is egész más Amerikában, mind az Egyesült Államokban, mint pedig Kanadában, mint Magyarországon, vagy Európában. De hát most itt vagyunk Európában, mi itt vagyunk Magyarországon, hogy nyilván az európai, a magyarországi problémákat kell e tekintetben megoldani. Mi azért azt szeretjük Magyarországban, hogy mégis Magyarország olyan, amilyen, és azt nem nagyon szeretnénk, hogy ez összességében megváltozna. Köszönöm szépen az interjút! Ha valakinek kell egy szép öltöny, az tudja, hogy menjünk a Tommyhoz. A Tommynak az üzletje az itt van, a Kensington piacon 1958 óta. A Tominál megtalálod a legszebb olasz, német és kanadai öltönyöket. Gyertek be a Tommyhoz, és soha nem fogjátok megbánni. És ami választ, várok tőletek. Tomikám, hát jövünk! Tomikám, hát jövünk! Hát fiaim, gyertek a papához! A torontói Magyar Ház megtartotta első kulturális rendezvényét az új, még átépítés alatt levő épületben. Bízunk abban, hogy az őszre elkészülő modern ház ismét otthona lesz a Toronto és környéki magyaroknak. Még az időjárás is kedvezett az új Magyar Házban meghirdetett könyvbemutatóra. Január 11-e az elmúlt napokhoz képest kellemes, napos, vidám hangulattal várt az érdeklődőket a délután 3 órára meghirdetett könyvbemutatóra. A könyvbemutatónak nagy jelentősége volt, mert ez volt az első kulturális rendezvény az újjáépülő Magyar Házban.
Az igazgatóság figyelembe vette a szerény körülményeket, de mégis úgy döntött, hogy a könyvbemutató a magyar közösség összefogását fogja szolgálni. A könyvbemutatóra megjelent Gyombolai Péter úr és felesége, a torontói magyar konzulátus nemzetközi összekötő diplomatája. A Magyar Ház vezetősége is szép száma megjelent, amely bizonyította a könyvbemutató fontosságát. 15 perccel a hirdetett kezdési idő előtt majdnem, hogy teltház volt. A hangulatosan berendezett teremben katonás sorokban felállított széksorok és a frissen sütött sütemények pogácsák illata bizonyította a szívélyes fogadást. A rendezvényt Szőcs Klára, a Magyar Ház elnökasszonya nyitotta meg és üdvözölte a megjelenteket. Továbbá Török Antal, a közkapcsolatok igazgatója ismertette a könyvbemutató szerkezetét. A médiát a Kanadai Magyar Televízió és a MAG TV képviselte. A könyv írója, professzor Timár Gábor, a Magyar Királyi Honvéd Légierők regényesített történetéről írt könyvét mutatta be a Diction címmel, ami már angolul megjelent az Egyesült Államokban. A magyar nyelvű kiadás a Felegek lovagja ez év tavaszán kerül a könyvesboltokba. A könyv tárgya a korai magyar katonai aviatika kockázatos, szigorúan titkos, mégis világpolitikai jelentőségű repülőútjának igaz történetét tárta a vendégek elé. Az előadás szünetében finom falatok várták a vendégeket, miközben megbeszélték a délután eseményeit. A szünet befejezésével a felvetett kérdésekre válaszolt az író. A könyvbemutató előtt és a szünetben a vendégek lehetőségükhöz képest pénzadományon támogatták a Magyar Ház felújítási munkáit, amit ezúton is szeretnénk megköszönni. Bízunk abban, hogy az elkövetkező időszakban megrendezésre kerülő kulturális programokon mindazok is megjelennek, akinek fontos a magyarságuk, és szeretnék, hogy az újonnan megépülő Magyar Ház híven régi nagy hírnevéhez a Kanadai Magyar Kultúrközpont funkcióit is el tudná látni. A rendezvény utolsó szakaszában könyv sorsolása került sor, amit a résztvevők nagy türelemmel vártak. A szerencsés könyvnyerteseknek, Bánhegyi Erzsébetnek, Varga Erzsébetnek és Mátrai Gézának az író személyesen gratulált és a könyveiket dedikálta. Befejezésként az új házat egy túrán Bánhegyi Zoltán, a Magyar Ház pénztárosa mutatta be az érdeklődőknek. A hivatalos program befejezésével a vendégek sok hasznos tanáccsal járultak hozzá a jövőben tartandó kulturális programokhoz. Kérjük, keressenek bennünket, hogy mi magyarok megtalálhassuk egymást, és új otthonra leljünk itt, Torontóban. Napjaink, napjaink, rendelje meg ön is lapjaink. $40 egész évre, hova küldjük, milyen névre? www.napjaink.ca 2-7-68-09-97. Napjaink, lapjaink, ezt olvassa apraja és nagyjaink. Riportokkal telettőzve, jó humorral főszerezve, testi, lelki, szellemi, otthoni és itteni. Napjaink, napjaink, rendelje meg ön is lapjaink. A világot látni kell. Utazásaihoz válassza a Travel Expressions-t. 30 éves tapasztalattal állunk ügyfeleink rendelkezésére. Személyre szabott kedvező árak a világ minden pontjára. Hajó, repülőutak, busztúrák egyénileg vagy csoportosan. Szállodafoglalás, autókölcsönzés. Meghívó levelek készítése, betegbiztosítások teljes körű ügyintézése. Forduljanak bizalommal torontói vagy londoni irodánkhoz. Közszolgálati hirdetésünk következik. Kellemes helyszínen meghitt szórakozást kínálunk önnek, kedvesének és barátainak Valentine's Day-kor február 14-én. Töltse a szerelmesek napját a Kanadai Magyar TV által szervezett partin a Golden Line Restaurantban, amely Etobicoke-ban a 15 Kenmore Avenue alatt található az Islington és a Queens Bay Avenue kereszteződésénél. Finom vacsora és tánc várja önöket, ha velünk töltik az estet. A belépőjegy $75, mely magában foglalja a vacsorát és egy italt az érkezéskor. Hívjon bennünket a TV számán 416-333-3004, vagy küldjön e-mailt
a marketing@magyarképek.tv e-mail címre. Velünk biztosan jól fogja érezni magát. A Travel Expressions örömmel értesíti Önöket, hogy az idén június 17-e és október 8-a közötti időszakban újra lesz közvetlen járat Torontó és Budapest között. Minden héten szerdán utazhatnak Torontóból Budapestre, és csütörtöki napokon utazhatnak vissza Torontóba. Használják ki a nagyszerű lehetőséget, és már most foglalják le előre jegyüket, melynek irányára $1169 adókkal és illetékekkel együtt. Ha most rendeli jegyét, $300 foglalóval már biztosíthatja helyét. A Panoráma Világ Klub civil hálózata május 22-e és 31-e között rendezi meg az 5. Magyar Világtalálkozót Magyarországon. Tőlük kaptunk egy szép kis filmet, mely a széki népviseletet mutatja be.
Nagyon szép lett. Bemutatnád nekünk a ruhádat? A fejemen a kendő, ez tövis rózsás kendő, és a nyakamon gyöngy van, piros gyöngy. A gyöngyről azt kell még tudni, hogy ez is korosztályonként változik. A fiataloknak vérpiros, és ahogy halad előre az adott személy a korban, úgy sötétedik, és az időseknek nekik már egészen fekete. Rajtam most lékri van, ez varottas lékri, ami ugyancsak őszies viselet. Alul meg tűs rózsás fersinget vettem, és alatt egy jó pár alsó szoknya. És a csizmád? A csizmám az vincelér csizma, és az is hímezve van. Az is ki van hímezve. És a patkója is. Aranyozott patkója van. Tokaj Wine Boutique és Restaurantban több mint 50 magyar bor és 20 féle pálinka közül válogathat. Az étterem ideális hely születésnapi partik, baby és wedding showerek, kisebb rendezvények, továbbá céges partik számára. A nálunk kapható magyaros ételekkel biztosan nem van szégyen vendégei, üzleti partnerei előtt. Látogassa meg a Tokaj éttermet, ha igazi magyaros környezetben szeretné élvezni a magyar ételeket és borokat. Szeretettel hívjuk és várjuk kedves vendégeinket a Tokaji étteremben. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Várjuk Önöket egy hét múlva is a képernyők elé. Az Egy perc Magyarország című sorozat következő epizódját láthatják most, mellyel búcsúzunk Önöktől. Viszontlátásra! Egy perc Magyarország. Hollókő pár százfős falu Nógrád megye középső részén a Cserháthegységben. Magyarország egyetlen faluja, mely a világörökség része. A falu harmonikus életközösségben él a természettel, megőrizte a korabeli település formáját, falukép együttesét, a tradíciókat mind az építészetben, mind a népviseletben, a mindennapi életben. A hagyományőrző lakók az épületek nagy részét ma is lakják. A festői környezetben fekvő faluban az 1960-as évek elejétől működik a falu múzeum, mely egy jellegzetesen palóc-paraszt család díszes homlokzatú házát, bútorait, életmódját, népviseletét, gazdasági eszközeit és használati tárgyait mutatja be. A mai napig élő népviselet darabjai a főkötő, a bíboringvál és az alsó szoknyák a családi állapot kifejezői is egyben. Az alsó szoknyából munkához kettőt, ünnepre 20-at vettek fel a lányok, asszonyok. A ruhadarabok általában kenderből szőtt vászonból készültek. Húsvét vasárnapján ünnepi szentmise, tojásfestés és egyéb húsvéti szokások bemutatója várja a vendégeket. Hétfőn a hagyományos locsolkodás részesei lehetnek a látogatók. Hollókőn évente megrendezik a palócszőttes folklórfesztivált augusztus 19-én és 20-án, karácsonykor pedig betlehemező gyerekekkel találkozhatunk. Műsorszám támogatója, Magyarország elegáns szállodáinak gyűjtőhelye, a premiumhotelek.hu. Premium Hotelek, az 5 csillagos választás.